estét kívánok! Az évad harmadik premierjeként opera paródiát mutatott be az Újvidéki Színház. A darab szövegkönyve két klasszikus dráma, a Sevillai Borbé és a Figaro házasság alapján készült. Az Opera Ultima című előadást Kukán Mladenovic rendezte. Azt már megszokhattuk, hogy körülbelül két évente egy-egy musicallel rukoltok elő, most pedig egy teljesen új műfajjal rukoltatok elő, mégpedig operával. Ez most egy teljesen más hozzáállást igényelt, vagy pedig hozhattátok azt az énektudásotokat, azt a fölkészültségeteket, amit eddig? Sokat segített persze, hogy hoztuk az összes tudásunkat, és könnyebb így, hogy nem először találkoztunk zenés darabbal. Hát ez azt jelenti, hogy most két évente operát fogunk csinálni. Mert magából az operából sokkal több dal lett volna benne, hogyha az idő megengedi. Úgyhogy a mennyiség miatt kellett inkább több idő megtanulni a dalokat, nem a műfaj miatt. Mennyi idő alatt született meg az ember? Hát a második felvonás az egy 10 nap alatt. Az első felvonás az viszont, hát a próba folyamatot 5 héttel ezelőtt kezdtük el, és ez az 5 hét alatt. Most nem volt itt annyi időnk, hogy ezt úgy kidolgozzuk, mint az opera, nem tudom, a műfajt magában, hanem inkább az opera műfajának a parodizálására mentünk, de hát még akkor is nehéz, most nem tudom hallani a hangomon, hogy egy kicsit megviselt ez a mai próba. De hát igyekeztünk, amennyi az időbe belefért, és amennyi az erőnkből tellett. Az előadás két egymással erőteljes hangulati ellentétben álló felvonásból áll. A könnyed és víg első felvonás a Sevillai Borbé szatirikus paródiája, a második felvonás ezzel szemben komor hangulatú. Az ellentétet a díszlet és a kosztümök színe is jelzi. Az első felvonás fehér, a második fekete. Az első vagy a második felvonás áll hozzád közelebb. Melyikkel tudsz inkább azonosulni? Hát talán a második, de én nagyon kedvelem és szeretem azt az első részét is, annak ellenére, hogy úgy érzem magam, mint a játékhatárok nélkülben lennék. Igen, a kosztüm miatt, ami, tehát olyan, mint ha egy csónakban ülnék, akkor a szoknyám, a krinolin, hatalmas paróka a fejemen, és tényleg vigyázni kell, hogy ne ütközzek bele, ne lépjek rá, eljussak a pontból a B-be baleset nélkül. De azért élvezem az első részét is. Egy diptihont szerettünk volna létrehozni, egy fehér és egy fekete előadást. A fehér a Sevillai Borbé című vígopera nyomán készült. Kitaláltunk hozzá egy kerettörténetet is. A városi hatalom rendeletbe adja a Magyar Színház Társulatának, hogy operát készítsenek magyarul. Anyagiak és munkaerő hiány is igyekeznek a lehető legjobban, legvidámabban elvégezni ezt a feladatot, de közben kétségek gyötrik őket, hogy vajon érdemes-e csinálni, s ha igen, hogyan. Opera paródiát játszunk az első részben, a második részben meg inkább rockosabbá vettük ezt a dolgot, és akkor egy hát saját kommentünk a Figaro házasságára a második rész. Figaro vagyok, a nevem Figaro. Szólva! Nama je Figaro ženima poslužila kao povod za jedan
A Figaro házassága számunkra egyfajta szerzői projektum alapjául szolgált. A fekete előadásban napjaink társadalmi helyzetéről szólunk, és a színház jelenlegi állapotáról. Minden dal, amit mi írtunk ebben a második részben valójában arról beszél, amit már Bomásé is megírt a maga idejében. Az értékrend széthullásáról, a mindenhová behatoló korrupcióról, a szerelem eltárgyasulásáról. Számomra nagyon fontos ez a második felvonás, az én személyes fordulópontomat jelképezi ahhoz a színházhoz képest, amellyel az eddigiekben foglalkoztam. Pont ez a második rész adja meg azt a keserű szájízt, amit remélem, hogy a közönség is majd megérez. Nem, tehát nem biztos, hogy mindig erre kell törekedni, hogy csak a szórakozás, csak a nevetés, hanem hogy gondolkozzunk már el, vagy nézzünk már egy kicsit körben, hogy mi zajlik körülöttünk. Nagyon jó volt azt érezni, hogy amit a Kokán leírt a második felvonásba, azt magamban találtam, megtaláltam mindazokat a mondatokat, mindazokat az érzéseket, mindazokat a hagyjatok már békén, és engedjetek normálisan élni, csak annyit kérek, idézőjelben ezek a mondatok, mindez az érzés, ez a keserű, meddig tűrjünk még, bennem is bennem van. Kokánnal most dolgoztatok együtt harmadszor, éreztél-e, érzel-e valamilyen fejlődést a kapcsolatotokban, egy másfajta hozzáállást, mint mondjuk rá az első vagy a második alkalommal? Hát egyre jobban értjük, hogy mit kér. Nem biztos, hogy már annyira el kell mondania, vagy magyaráznia azt, hogy nem tudom például, hogy mi az, hogy élesen, röviden, széles gesztus, elvágott gesztusok, úgymond, tehát hogy ne folyassuk össze. Ezek voltak most itt a fontosak az opera részében, vagy hát az első részében a dolognak, a másik részében pedig a mondani való, a hozzáállás, a kiállás, a vélemény volt a fontos. És ezeket így a Kokkántól, igen, már így megtanulgattuk, vagy megszokhattuk. Soha nem! Mi smo krenuli od Brechtovog teatra sa željom da odemo mnogo dalje, da nađemo jedan stil primjer. A Brechti színház volt a kiinduló pont, de arra törekedtünk, hogy messzebbre jussunk, hogy rátaláljunk egy olyan stílusra, amely a mi jelenünket híven tudja tükrözni, amelyben vannak heves érzelmek is, amelyben még mindig kitapintható a háború feszültsége, a mindent átható politika, az üres konzervdobozok zörgetése. Ilyen a mikorunk hangja és hangulata, amely merőben különbözik Rossini zenéjétől és a sevillai borbély víg hangnemétől. Az Opera Ultima című előadás március 9-i bemutatóját követően az első repriszt március 11-én játsszák. Január 27-én az Újvidéki Színház 39. születésnapján jelentette be László Sándor, hogy távozik a színház éléről. A társulat új, egyelőre megbízott igazgatóját kérdeztük terveiről. Az Újvidéki Városi Képviselőtestület február 22-i ülésén az Újvidéki Színház megbízott igazgatójának Gyarmati Katát nevezték ki. Gyarmati Kata diplomázás után dramaturg volt az Újvidéki Színházban, utána 4 évet töltött Budapesten, a Bárka, majd a Stúdió K Színháznál dolgozott. 2008-tól az Újvidéki Színház művészeti vezetője. Ennek az intézménynek én voltam a művészeti vezetője 4 éven át. Nyilvánvalóan László Sándorral együtt úgy alakítottuk a repertoárt, hogy abban mindkettőnk keze benne volt. Most nyilvánvalóan én ezt az irányzatot szeretném tovább folytatni. Azok a változások, amik lesznek, azok nyilvánvalóan abból kifolyólag lesznek, hogy ez a 4 év alatt is kifejlődtek olyan
rendezők olyan koncepciók, amik érdeklik az Újvidéki Színházat egyáltalán, főleg abban az esetben, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy jelenleg én vagyok a megbízott igazgatója ennek a színháznak. Tehát a változások azok csak arra fognak irányulni, hogy szeretnék minél több kapcsolatot képíteni más színházakkal, és szeretném úgy élővé tenni ezt a közeget, hogy a közönség számára, a színészek számára és az alkotók számára is inspiratív legyen. De erre vonatkoztak volna egyébként is a törekvéseim, hogyha művészeti vezetőként dolgozom tovább. Tehát gyakorlatilag számodra nem sok minden változott, azt a munkakört fejlesztett tovább, amivel eddig is foglalkoztál. Igen, azzal, hogy nagyon szeretnék ennek a színháznak egy olyan biztos társszínházi bázist biztosítani, ami alapja lehet egy európai szellemiségű színháznak. Ez konkrétan miben nyilvánulhat meg, illetve amikor a kapcsolatokról beszéltél, akkor milyen profilú művészeket szeretnél, esetleg konkrét neveket, ha elárulnál, hívni a színházba? Nem szeretnék konkrét neveket elárulni, nem azért, mert titkolózom, hanem azért, mert ez egy átmeneti időszak a színházban. Nyilván júliusban ki lesz írva a pályázat, augusztusban bírálják, tudomásom szerint, ami annyit jelent, hogy akkor nyíltan beszélek majd erről. Most még azért nem, mert azt hiszem, hogy ilyen helyzetben mindenki a saját pogácsáját sütögeti, és most felelőtlenség lenne a részemről, hogyha a hosszú távú terveimről beszélnék, most frissen kinevezett megbízott igazgatóként, amikor még alig múlt el másfél hét, és alig kezdtem el ezeket a kapcsolatokat építeni. Most ettől függetlenül végül is a véleményedre lennék kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy az Újvidéki Színház eddig arról volt híres neves, hogy sokoldalú színház, tehát mindenféle műfajban tudtak a színészek kiemelkedőt teljesíteni. Ezt meg szeretnéd tartani, szerinted meg kell tartani, vagy esetleg jobb lenne valamilyen irányba professzionalizálódni? Meg kell tartani, azt hiszem, hogy több szempontból is meg kell tartani. A sokszínűség az mindig jót tesz. Én nem vagyok az annak a híve, hogy a közönséget olyan dolgokkal bombázok folyamatosan, amit esetleg nem annyira szeret. Tehát a művészszínház vegyítve populáris, de magas művészi színvonalon előállított darabokkal szerintem ugyanez a recept fog működni, azzal, hogy szeretnénk új színházi tendenciákat is bevezetni, ami nyilván egy hosszú távú terv már, de maradna, tehát nagyjából maradna ez a fajta koncepció. Bővülhet esetleg. Drámaírással is foglalkoztál eddig, sok jó drámát írtál, díjakat is kaptál értük. Folytatod-e ezt a mostani munkaköröd mellett? Jut-e rá időd, ihleted, kedved? Az írással én úgy vagyok, hogy az vagy kopogtat az ember lelkében, vagy nem kopogtat. Hogyha kopogtat, akkor nem fogom letenni a tollat, az biztos. Valószínűleg, hogy másfelé fognak most az energiáim csoportosulni, de hogyha szabadidőm engedi, és jönnek az ötletek, akkor természetesen ezt folytatni fogom. És még egy kérdés, a mostani bemutató után, az Opera Ultima bemutatója után nem pihenés időszaka következik, hanem már hétfőtől, ha jól tudom, megkezdődnek a West Side Story próbái. Mire számít a közönség? Hát kaptak egy bónusz napot, tehát nem hétfőn kezdődnek a próbák, hanem kedden, 12-én, így is eléggé megfeszített a tempó. Hát azt hiszem, hogy egy hasonló nagy kaliberű produkcióra számíthat a közönség, mint amit eddig is megszoktunk Nagy Viktortól. A West Side Story alapvetően egy olyan musical, ami hát zenéjét és történetét illetően is közel tud kerülni a közönséghez, és hát friss, energiatudós koncepcióval állt elő a rendező, úgyhogy azt hiszem, hogy hatalmas sikerrel fogjuk zárni az évadot. Gyarmati Kata jobb kezéül segédjéül Lénárd Róbert drámaírót, rendezőt választotta. Róbert néhány napja március eleje óta van munkaviszonyban az Újvidéki Színháznál. Amikor én lejöttem Újvidékre, ugye a Művészeti Akadémia, ahol én 4 éven keresztül jártam rendezőire, az itt van 200 méterre a színháztól. Tehát nyilván nagyon evidens volt, hogy egyfolytában itt lógtam, akár kávézás, akár már kérdezték, miért nem költözök be.
meg hát nyilván jártam az előadásokra, és szerintem itt mindent láttam az utóbbi 10 évben, úgyhogy nekem igazából főleg azért is egy iszonyatosan kellemes dolog itt dolgozni. Gyarmati Katával mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, én ilyen süldőkölök voltam, amikor mi Zentán megismerkedtünk. Nagyon sokban megegyezik a színházi világlátásunk, mondhatni tényleg mindenben. És igen, valóban ő ajánlotta föl ezt a most kialakulóban lévő helyzetet. Hát igen, én nagyon szoros munkakapcsolatra számítunk igazából, ahol én mindent meg fogok tenni, hogy segítsem az ő munkáját. Személycsele történt a Kis Lajos Néprajzi Társaság élén. Dr. Papp Árpád leköszönő elnök éles kritikával illette az MNT kulturális politikáját. Az ügyben kialakult sajtóvita nyomán jártunk utána a néprajzkutatás helyzetének. A Magyar Nemzeti Tanács és a Kis Lajos Néprajzi Társaság pengeváltása a társaság kishegyesen megtartott tisztújító értekezletéről szóló, a Magyar Szóban megjelent beszámolóval kezdődött. A leépülő néprajzkutatás című cikk szerzője idézi dr. Papp Árpádot, a társaság addigi elnökét. Olyan konstelláció alakult ki, hogy most egy központon keresztül megy minden pénz. Nem is politikai központról van szó, hanem arról, hogy néhány ember dönti el, mire van és mire nincs pénz, mondta Papp Árpád. Majd hozzátette, az az érzésünk, hogy ellehetetlenítettek bennünket. A cikk arról is beszámol, hogy a vitában felszólalók is egyetértettek azzal a megállapítással, hogy a közösség nem viszonyul megfelelően a néprajztudományhoz. Az utóbbi időben a futottak még kategóriába szorították vissza, sőt a kutatási projekteket lesöpörték az asztalról. Mint néhányan megállapították, jó lenne, ha annyi pénz jutna a kutatásokra, mint a főzőversenyek pénzelésére. Hihetetlen széles skálán mozog a néprajz, és... Talán Árpi nem kapta meg azt a támogatást, én úgy éreztem a politikumtól, amit elvárt volna a néprajz részére. Nem vagyok tagja a kulturális bizottságnak a Magyar Nemzeti Tanácson belül, és a kulturális stratégia kidolgozásában sem vettem részt. Tehát nem tudom, tudom a célkitűzéseit, de nem tudom, hogy belsőleg ott belül mi zajlott, és mi történt az elmúlt egy-két évben. Árpi csalódottságának adott hangot, szeretném azt is elmondani, hogy nem volt egyedül ezzel a véleményével. Nem késett sokáig a válasz. A reagálásban az MNT közigazgatási hivatala részletes beszámolót ad a kulturális stratégiával összhangban elvégzett néprajzi kutató munkáról. Én a magam részéről tartanám magam ahhoz a mondáshoz, hogy akinek inge, az öltözködjön fel, de én nem tudom a kulturális stratégia kapcsán magamra venni Papp Árpád által ajánlgatott inget, mert a kulturális stratégiában a pontosan azzal a területtel foglalkozó részt Raffai Judit és Papp Árpád írták. Elsősorban Raffai Judit és aztán Papp Árpád hozzáírta a saját elképzeléseit, és annak alapján valósul meg a munka a kulturális stratégiában előlátott programok mentén. Kicsit másként kell gondolkodnunk, és más stratégiában kell elhelyezni azt a tudást, amellyel rendelkezünk. Arról van ugyanis szó, hogy jelenleg a néprajzosaink szinte valamennyi munkaviszonyban van. Azok, akik dolgoznak a saját munkahelyükön, a nemzeti tanácsokról szóló törvény lehetővé teszi, saját hatáskörükben ezeket a kutatásokat elvégezzék. És ebből adódóan egy kicsit átrendeződnek a dolgok, hogy nem az intézetnek kell itt most külön feladatokat vállalni és összefogni, vagy akár más civil szervezetnek, vagy más mindenki, hiszen ezek az emberek ott vannak az intézményekben, és konferencia szervezéstől kezdve kutatáson át a saját feladatuk körében tudják ezt elvégezni. Ez azért fontos és jelentős, mert nálunk a mozgalmi jellegű tudományos kutatások és szerveződések a 90-es években a Milosevic érában nagyon fölértékelődtek, nagyon fontosakká váltak, hiszen nélkülözhetetlen feladatokat tudtak elvégezni. Az intézményekben mindez akkor nem valósulhatott meg. Napjainkra egy kicsit változott a helyzet, és ebből a helyzetből adódóan gondolom valamennyinek másként kell gondolkodni. Az intézetnek mindenképpen mi levontuk ezeket a konklúziókat, hogy igazán a mi feladatunk inkább a koordinálásban, a segítségnyújtásban,
és az összefogásban, a közös megjelenésben kell, hogy kiteljesedjen. A következő cikkben a Kislajos Társaság újonnan megválasztott vezetősége már konkrét sérelmeket sorol fel. Elmondják, hogy Junkároly nyugdíjba vonulása után a magyar tanszéken nem vettek fel a helyére néprajzi diplomával, tudományos fokozattal és megfelelő publikációs listával rendelkező tanárt. Ezzel több mint 4 évtizedes komoly kutató munkának a végére tettek pontot áll a közleményben. Második problémaként egy a Létünk folyóirat által szervezett tudományos tanácskozást neveznek meg, melyre a Kislajos Társaság tagjai közül senki sem kapott meghívót. Erre a cikkre Bence Erika a Létünk folyóirat főszerkesztője reagált. A következőket írja. A Létünk és szerkesztőbizottsága a Fórum Könyvkiadó Intézeten belül szuverén alkotói autonómiával rendelkezik. A Kislajos Néprajzi Társaság arra vonatkozó számon kérése, hogy miért nem tagsága köréből kértük fel előadóinkat, a folyóirat szuverenitása elleni nyílt agressziónak tekinthető. Én nem szeretném azt, hogy ez miatt most... Nem tudom én, milyen konfliktusokra kerülne sor a Néprajzi Társaság, és akár az MNT, vagy bármelyik politikai tényező között. Amit én nagyon szeretnék, hogy ne alul-felül nézetből szemléljük egymást, én vagyok az, aki okosabb vagyok, én vagyok az, aki megmondja. Itt beszélgetni kell a dolgokról, beszélgetni kell a mi célkitűzéseinkről is az illetékesekkel, legyen az intézményvezető, legyen az politikum, politikának a képviselői. Előfordul, hogy az ember úgy érzi, hogy pont az a terület, amit ő kutatna, vagy ami neki fontos, az abban a pillanatban nincs a dolgok középpontjában. De hát, ha az idén elkezdjük a Bodor Anikó, a Burány Béla hagyaték felmérését, ha sikerül szerződést kötnünk az Újvidéki Rádióval, a Szabadkai Rádióval, hogy a 20-30 éves hangfelvételeket átmentsük, digitalizáljuk, az örökségünk részévé tegyük, akkor kérdezem, hogy nem közösen dolgozunk abban az irányban, hogy ne csak értéket teremtsünk, hanem meg is őrizzük azt, ami már van. Megkerestük dr. Pap Árpádot, nem kívánt nyilatkozni, de azt mondta, állításait fenntartja. Megpróbálta lezárni a sajtóvitát. Azt írja, a nyilatkozat adok-kapok állapot helyett párbeszédre van szükség. Pap Árpád újra elmondta, hogy meglátása szerint önkényes döntések születnek az MNT kulturális politikája terén. Elfogadhatatlan állapot az, amikor feje tetejére állítva az értékrendet, lemondunk tudást, ismereteket, akaratot és szándékot bizonyító közösségekről, csak azért, hogy a saját igazunk diadalmaskodjon. Óriási fényűzés ez a közösség részéről, írta Pap Árpád. A vita végkicsengés azonban az ő részéről is a kiegyezés felé hajlik. A társaság természetes szövetségest lát a magyar intézményekben, a Magyar Nemzeti Tanácsban, mert deklarált céljaink azonosak, írja. Óbecsén megnyílt Skabány Viktor kiállítása. A tanárként és oltárképfestőként is ismert művész szülővárosában pasztel képeit mutatta be. Én már képfüggőként születtem. Utána már kisgyermekként a lexikonból a színes lapokat kitértem, és az állandóan fokozódott, de én a fiatal koromban nagyon jó hegedűs is voltam, nagyon haladós, de mind jobban bejött a színek hatása, az arányok, a formák, és ez eredményezte azt is, hogy én a gimnáziumot ott hagytam, a mostani harmadik osztálynak megfelelő osztályból az 7. volt, de fölvettek az akadémiára. Na és én ezt visszatarthatatlanul csináltam, és valamikor még ez, amit én művelek, ez az érthető, realisztikusabb stílus, ez nem volt népszerű, úgyhogy eléggé háttérben nyomkodtak, de mostan jön vissza egy, azt mondják, hogy a figuráció reneszánsza érjük, és az így van. És így szép a világ, nem? Mindenki festhet, ahogy akar, és miért mondanám én azt, hogy most az, aki absztrakt, az a semmi? Vagy miért mondaná az, aki absztrakt, hogy a reális semmi? Az egy melléfogás.
Na és kedvem is volt, és sosem hagytam, hogyha ilyen sikertelenségek is ködbe jöttek, de nagyon kitartó voltam, és ide alakult a dolog. Aztán most már oda jutottam, hogy festettem Dr. Silvia Sorensen, Oxford Tudományos Egyetem, ide járt becsére, hogy letest. Nemzetközi táborban kettő olasz festő nálam rendelt az arcképét. Szóval ilyen, voltak ilyen dolgok is, annak ellenére, hogy én nem az vagyok, aki állandóan kiállít és lármázik, de mégis azért megtaláltak. Úgyhogy talán ez így jó, hogy, és ez boldogít, vitathatatlan boldogít, hogy valamilyen lelki élményt csak szerez az embereknek az én festményem, képem, rajzom. Ez tényleg nagyon egy kicsi, ugye, feljavítja lelkileg az ember, és remélem, hogy még majd idővel fogok csinálni ilyesmit, de azaz, hogy sűrűn biztos nem kiállításon. A kép az kép, úgyhogy, de van egy, azért, egy létezési szabály, bocsánat, egy létezési szabály. Ha akarod, hogy lássanak, mutasd magad. Ez a kiállítás valószínű, hogy érdekel még. Ez egy azért különleges, mert csak tiszta pasztelképek. Ez egy nagyon nehéz technika, és nem olyan sűrűn látható, teljes pasztel kiállítás. A száraz kréta. Ez a kiállítás neve a száraz kréta. Távlat az pedig az, hogy még fogok ilyen, de a mi környezetünkre vonatkozó lényeges ilyen tartalmú képeket festeni. Van ezen a kiállításon is egy például az, hogy a kezünk virágai. A kezünk virágai az a buza és a pipacs. Ott van egy pasztelbent a falon. Nekem virágon volt örökké, a buza is az is marad. És ezt tudjuk, hogy miért. És van egy van, akkor ilyen jelképes is, hogy fény és a bér. Azt hiszem, hogy az egész világ ebből van. Erre alapozódik a tömegek, a társadalmi élet az ellentétekre. Az arcképek, azok az én iskolámba pózoló modellek, azok gyerekek, és én őket szeretem, és a pózolási elkapják ajándékba. Van 50 ilyen arcképen már beszél. Ez én állam a fő a festés, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szeretem a tudás átadást. Az én műtermében minden hétvégén, szombati napon, akkor jönnek délelőtt a haladósak, délután meg a kezdők kisebbek. Nincsenek sokan, de csináljuk. Nagyon szeretnek ott. Volt már olyan is, hogy ukrán művésznő itt tanult az képet rajzolni, vagy ehhez hasonló helyzetek is. Akadémiáról néha eljárnak a gyerekek. Van olyan is, aki Magyarországon híres, akadémián díjakat kapnak. Járnak ide hivatásosak is az akadémiáról. Járnak, van nagyon pici is, nagyon ritkán. Ez a hétvége, és akkor én nekem az egy olyan lelki kielégülés, hogy mégis utódokat is alakítok valahogy. Persze ehhez szükséges valamilyen hajlam is. A jelenlétet látták. Tartsanak velem a jövő héten is.